Tudás próba egy tabletért. Az Aprosis kreatív fizika verseny középiskolai vetélkedő online kérdőívét már bárki megtalálhatja az Aprosis Kft. Weboldalán vagy a Győri Hírek közösségi oldalán. Csak ki kell tölteni és elküldeni annak, aki a középiskolai játékban nem vesz részt aktívan, tehát nem nevezett csapatként és nem felkészítő tanár. Zajlik a második kreatív fizika verseny. A vírusjárvány miatt ugye az online térbe került áthelyezésre. Jelenleg a középdöntő zajlik, érkeznek be a megoldások, és igazából innen jött az ötlet, hogy nem biztos, hogy csak a középiskolásokat érdekli a fizika, nem biztos, hogy csak ők szeretnék kitölteni ezt a feladatsort, ezért lehetőséget biztosítunk a fizika iránt érdeklődők számára, hogy ők is ezt kitölthessék. A játékról és annak nehézségi szintjéről Szigeti Aszódi Szilviával, az Oxigén Media brand menedzserével beszélgettünk. Lehet tesztelni, mert azért elég becsapósak, elég körmön fontak a kérdések, úgyhogy tényleg van, ahol több jó válasz is van. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, és hát mondjuk itt azért megvan a lehetőség, hogy az ember kicsit kiguglizza a válaszokat, ezt nyilván nem tudjuk ellenőrizni, de gyakorlatilag bárki, aki kitölti a tesztet, az részt vesz a sorsoláson. A november 26-ától egészen december 10-ig beküldött, érvényes minden adatot tartalmazó kérdőívek beküldői között 2020. december 11-én a Rádió 1 Győri stúdiójában véletlenszerű sorsolással döntik el a nyertes személyét a szervezők. Jött egy olyan ötlet igazából az Alprosis oldaláról, hogy terjesszük ki ezt a versenyt, és ne csak a diákoknak szóljon ez, hanem legyen ez valóban egy ilyen tudáspróba mindenkinek, hogy igazából itt letesztelhetik az emberek, hogy vajon ők most okosabbak-e egy középiskolásnál fizika témakörben. Lépj be te is a fizika világába, és nyerj az Alprosis kreatív fizika versenyen!